Egy évtizede jelentek meg Európában. Azóta gyakorlatilag mindenki életét megkeserítik a poloskák. A Dél-Kelet-Ázsiából származó ázsiai márványpoloskáról van szó, amely nagyon hamar belakta új élőhelyét. Általában kertészeti kultúrákban nagy károkat okoznak, különösen amikor nagy számban szaporodnak és megtámadják a virágzó vagy részben már terméshozó növényeket. Kedvenc növényei között tartjuk számon a paradicsomot, a paprikát, esetenként még gyümölcsön is előfordul, és az a probléma, hogy nagyon nehéz ellene védekezni, gyakorlatilag természetes ellensége nem nagyon van, és a vegyszeres növényvédelem az, amelyik egy lényeges védekezési lehetőség. A poloskák szájszerveiken keresztül olyan nedveket fecskendeznek a haszon növényekbe, amelyek ettől az anyagtól megállnak a fejlődésben, úgynevezett szövetelhalást szenvednek. Valószínű, hogy találkozunk velük, mert most is látom, hogy ott röpködnek a vezébe. Meg ahol nincs locsolva, ott szinte valószínű, hogy van is. Így még nem volt, tehát ősszel jelent meg jobban, de most kora tavasszal már, amikor kijöttünk veteményezni, akkor is, tehát zsúfolásig van a izé. És nem tudunk ellene mit tenni, mert hát végül is hát valószínű, hogy az egész talajt le kellene fertőtleníteni, de hát, vagy lepermetezni, de abban az esetben meg, tehát nem. Akkor nem jó a konyhakertnek. A poloskák kimondottan kellemetlen élőlények, hiszen ha lennének is természetes ellenségei, azokkal szemben is roppant eredményesen tudnak védekezni. Büzmirigyeik elriasztják a támadókat. Az enyhe tél miatt könnyedén átteleltek, így idén is komoly poloska invázióra készülhetünk. Fákon, résekben, ajtónyílásokon, függöny hajlatokban megjelennek, és kellemetlen szaguk miatt nem szeretjük egyébként, üldözzük őket. Kidobjuk, eltaposjuk, az igazság, mert nem kívánatosak. Büdösek, kellemetlen a jelenlétük, és komoly kártevőnek számítanak. A gyümölcsösökben, veteményesekben most még az általuk okozott kár nem lépte át az úgynevezett gazdasági küszöbérték kritikus szintjét, de ez csak időkérdése.